Nézzük, hogyan épül fel a mai divatnak megfelelő ajaktetoválás. A legfontosabb, hogy válasszuk ki azt a szint, ami az egyéniségednek megfelelő, illetve a te színeidhez passzol. A megfelelő szín kiválasztása után egy olyan formát fogok neked berajzolni, ami a szájformáthoz legjobban illik. Miben neked is tetszik ez a forma, akkor le fogom érzésteleníteni, hogy szinte semmit ne érezz az egészből. Ezt követően be fogom rajzolni neked a kontúrt, ami egyébként a tetoválás végén és a gyógyulást követően sem fog látszódni. Erre azért van szükség, hogy én lássam a formát, miután egy picikét a saját ajkad meg fog dagadni. Ettől a dagadástól egyébként egyáltalán nem kell tartanod, ugyanis 1-2 vagy 3 óra alatt le fog szépen apadni. Ezután az következik, hogy az ajkadat be fogom satírozni. A teljes munkafolyamat körülbelül olyan 2-2 és fél óra hosszát vesz igénybe. Mire számíthatsz a tetoválás elkészítése után? A szín minden esetben erőteljesebb lesz. Akkor is, hogyha világos, akkor is, hogyha sötét pigmentet választottunk. A kontúr kialakításához egy nagyon-nagyon vékony tűt használok. Amikor a belső részt tetoválom, ott pedig egy picikét vastagabbat, vagy akár olyat, amiben több tű is elhelyezkedik. Ez meg fogja gyorsítani a munkafolyamatunkat. A teljes munkafolyamat körülbelül 2-2 és fél órát vesz igénybe. A tetoválások közül az ajakgyógyulási folyamata a leggyorsabb, ugyanis ez csak 4 nap. Herpeszre való hajlam esetén a tetoválás megelőző 2 napban már kezd elszedni a készítményt. Minden elkészített ajak tetoválás után e-mailben meg fogod kapni azt, hogy hogyan ápold otthon. Nagyon fontos, hogy az az utóápoló készítmény, amit adok neked, azzal annyiszor és annyi ideig kend, ameddig én megkérlek rá. A következő nagyon fontos az UV. Amikor elkészül a tetoválás, pörk fog keletkezni a felszínén, ezzel nem megyünk szoláriumba, nem napozunk vele. A legjobb egyébként, hogyha UV-védős ajakápolóval kened, miután a pörk lejött róla. Köszönöm, hogy itt voltál velem, várlak téged is szeretettel.